Jó reggelt! Nem sokára, most szeretem kutyákat, és nem sokára megyek a fogszabályzó konzultásra. Ja, tudjátok, miről beszélek. Itt van a kis szintpintben vagyunk, itt van a kis háza. Ilyen az út itt, ilyen kövös. Mozog a kamera. De milyen nem egyenes út a gyökérek felemelnek a földön? A GPS rossz címre hozott. És most még kell menni 20 perc. 20? Yes! 20, úgyhogy... Four. I wish it was 6 years younger. Gold? Oh my goodness. That's funny. Look. Mm-hmm. Okay, szóval megcsináltam a konzultás. Bent én orvosra beszéltem. Consultation. Van magyar szó erre. Konzul. Valami. Na mindegy. Mentél oda a tesztre megnézni. Vizsgára mentünk. No. Beszélni vele, hogy... Nézd, mondtam a szóval pót, pici valakinek. Szóval mutatta, hogy milyen másféle fogszabályzók vannak, és van az a traditional metal. Mi az a metal? Vas. És az egy pár száz dollárra olcsóbb, mint Invisalign. 500 dollár. Hát az 500 dollár, mint discount, amit kapunk. 500 dollárra olcsóbb, de ha készpénzzel fizetsz, innen vagy onnan 10% adnak kedvezmény. Szóval 5500 vagy 5000. 550 vagy 500. Ez 10% nem. Ő mondta, hogy a vas az több, belőle több fájdalom van, több hosszú időre a fájdalom. És ugye az, azt mondták, a szementezik a foghoz. Miután és sorolni kell a fog. Van egy ismerősöm, ahol régen, ahol Kaliforniában laktam, Joanna, neki volt fogszabályzó, és ő csak úgy levetette. I don't know why, csak ő levette. És nem professionally vette le, és ott maradt neki rajta azok a... Lehet lecsiszolni, de... De gondolj, ja. Hozzá nem szabad nyúlni, hanem próbálni fogakhoz nem nyúlni. Ennyi. És hogy ne nyújj hozzá, akkor ő lesz, minden egybe van lesz, minden emália, minden tudod. Nem szabad hozzá nyúlni, ha nincs nagy szükség. Azért az ő Invisalign azért jobb, mert nem nyúlnak a emáliahoz, tudod? Mm. Mert emália, ha egy kicsit ott valami kis lyuk, valami csiszolás, tökre megy. Onnan kezdődik kicsivel, ja, nagyobb. Ja, inkább nem. Ez 500 dollár különbség, vagy 2000 dollár különbség utána egy implant 5000 dollár. Itt fordulsz. Szóval Invisalign csináltatok januárban. Oda a másodikban. Mm-hmm. Ennyire, most megyünk a World Marketbe visszavinni ezt a lent kalendár végre. Gyerekek otthon várnak. The next stop sign. Várjanak. Right. Itt vannak még a karácsonyi cuccok. De már a Valentin nap is megvan. Micsoda? Oh, Rose. Cow. Ez a mac and cheese. Az csak is mac van. Ez a sajtos gumicukor. Taco! Gumicukor taco. Raspberry. A milka csoki 3 dollár.
van egy pár ilyen is, jó drágák. Jó, amit venni. Itt van egy ház, ami kiadásra van. Ez hát, hogy van itt? Nekik a fényképen úgy van, hogy ez a beton egész végig, ma is így lehet kocsit tenni. Nem, mert legugult és lentről fényképeztes, hát. Ez hosszú. Nézd meg, egy kocsi garázs, ez 3130. Havonta. Amúgy ugye elég nagy lent. Ó, valaki még bent lakik. 2000 square feet, 200 méter. Mondjuk ez a rész az utcának, oké. Okay, van saját postaláda. De ide jöttünk, te látom, milyen, milyen volt. Nem akarom rossz szavakat használni. Lyuk, nagy lyuk van a kerítésnél, lent földön. Az hangos lesz. Nem biztos, de vasárnap lehet, hogy kocsikat tesznek az utcán. Nem, nem tetszik a körnök. Egyált kocsi. Nagyon-nagyon-nagyon régi. Ha lenne 1500, akkor még gondolkodnék. Nem, ez nem, ez teljesen nem. Hát akkor jó, hogy jöttünk megnézni, mert jó, ez a, csak mert most nem sokára lesz, hogy kivevése, és aki akarjuk venni, akkor 2 hónap extra kell fizetni. Belül nagyon szép, gyönyörű. Gyönyörű, kandalló is van. Akkor már valaki lakik ott, azt te mondtad, hogy ott a renovation csináltak, akkor nem használt. Valaki ott akkor most jó, lakik. Akkor jó, akkor értem. Ezek a kukiházak. Én gondoltam felújítanak, és mi lennük, én lennék az első. Akkor már lenne available. Nem, vannak szebb lakások, gyönyörűek. Nem tetszik a környék, olyan régi. Mi mindig laktunk nagyon jó helyeken, mindig. Legjobb helyeken, tudod, ez nagyon fontos, mert ez minden nap látsz. Ilyen tráhánságot látsz minden nap, hozzá szoksz ilyen tráhánsághoz. Már átmentünk a tráhánságokon, azért nem... Oké, okay, mindjárt menjünk be, menjünk vissza. Hogy utána nem mondjanak, hogy a hazudunk. Menj körbe. Ja, körbe, és ez nem tráhánság, de ez olyan régi, olyan... Nagyon régi, ilyen 40-es évekből. Ja, és akkor ki hozzá szokni a jóhoz, hozzá a jó. Nem akarnak javítani, mert sok. Öregek vannak itt, én régi, nézd meg, ez látni minden nap, what the hell. Ezért fiatalok is vannak. De nem tetszik ez, várj, most ki így, oda az elég. De itt a nappal. Oldal. De milyen kicsik ezek a házak. Ez minden nap látni ezt a csóroságot meg. Kell látni jó. Csóroságot. Hozzá kell szokni a jóhoz, és akkor jó dolgok jönnek az életbe. Aki ilyenhez szokja, ez neki oké. Okay. És az élet neki ad ilyen, ami oké. Okay. Nekem ez nem oké. Okay. De menj arra. Mindig laktunk jó helyeken, mindig a... Ez fontos, mert az minden egyes nap látsz. Oké, honnan tics be. Ujja. Ott még krokodilok voltak. Ah, ja. Meg volt terítve egy valami pocsolyok. Nem tetszik az a hely, de... Ez amikor nagyon-nagyon kell sporolni valakilyen budget, akinek nincs pénze, az fine. De ha 3000 fizet, 3000 egy gyönyörű lakást tudsz kibérni. Ja, Szent Pitben, ahol Clearwater-ben. Nagyon drága. 3 szobas lakás volt mennyi? 2800-2900. Ja, de ott volt pool, úszoda, gym, mindenféle grillek, ez az amaz, gondolj. Ne, ilyen nem. Hazaértük, éppen csinálok salátát. Saláta sem érdekes. Viszont ez nagyon érdekes. Feta sajt, görög joghurt, ilyen sima joghurt, friss fokhagyma, és egy egész nagy avokádó, és egy kis olívaolaj, és fekete borsó, és ez lehet olyan, mint egy krémes szósz. Ha még adnék hozzá még kis joghurtot, akkor krémesebb lenne, de isteni finom. Jött még egy PR doboz, az a márka neve, hogy Carbon Theory, és egy csomó dolgot küldtek. Általában, amikor küldenek, akkor 1-2, talán 3 dolgot küldenek, ez egy wow, nem is tudom, hogy mi van benne. Tea tree, olaj, Breakout Control, ez valami arcra, tonik, aztán itt van egy ilyen vitamin E, facial moisturizer, arcra ilyen arcra krém, aztán ez ami vatta van benne, szerintem ez ilyen valami tisztító, ja, ilyen vatta tisztító, ez nehéz, vitamin A,
Spot paste. Hello, neked mi kell? Spot paste, ez szerintem ez olyan, hogyha valami pattanás van, akkor a pattanásra kell tenni. Ez is vitamin E, detox szérum. Azt hiszem, jöttek a fület vágni. Kutyahugat. Detox szérum. És ez egy ilyen exfoliating gel cleanser. Ez tisztítja az arcod. De szerintem bőrre is lehet használni. Aztán whiskey cleansing bar. Ez is egy ilyen tisztító, de ez egy szappan. Tök jó. Szóval egy jó dolgok. Nagynéném, kinek a kutyára vigyázok, ment Párizsba, Garácsonyi Marketet nézni, utána ment Vienna, Ausztriába, és most Pesten van, mondta, hogy most a Karácsonyi Market, az a Bazilika előtt van, és azt írja, hogy minden Pesten, minden kétszer drágább, mint Viennába, főleg a kaják. Ez igaz? Úgy gondolom, hogy itt befejezem a vlogmaszt. Kivírtam eddig, most már tényleg nincs mit csinálni. Remélem, hogy a jövő évre vlogmasz kicsit érdekesebb lesz, mert akkor már belvárosba lakok, és onnan könnyebb lesz menni ilyen eventre, karácsonyi eventre, mert ahol most vagyok, így ilyen egy óra út oda és egy óra vissza, fárasztó, és mindig nagy trafik van, és ja, mindegy. Viszont megpróbálok csinálni ilyen hetente egyszer, ilyen napi, talán két nap egybe vlogokat, amikor valami érdekességeket csinálok, de ez az utolsó vlogmasz, és ezután fognak egy ideig csak a utazási videók és angol leckék jönni. Új évre nincs semmi tervem. Karácsony este csak itt vagyunk otthon, eszünk és nézzünk biztos Home Alone. Szóval ennyi volt erre a vlogmaszra. Köszönöm mindenkinek, aki kitartott és nézett minden nap, hogy valamelyik nap kihagytam, de értitek. Szóval nem tudom, hogy azok, akik napi vlogokat csinálnak, hogy bírják ki. Mert a nap végén össze kell dobni, hogy utána másnap felmenjen. Ja, mindegy. Ennyi volt. Boldog karácsonyt, boldog új évet, ha véletlenül nem nézze az újévi videókat, akkor boldog új évet. Ja, remélem mindenki megkapta azt az ajándékot, amit akart. Én kapok Invisalign. Arról majd ide szerintem fogok csinálni külön videót, de arra Invisalignra szerintem úgy fogom csinálni a videót, hogy nekem azt mondta az orvos, hogy kb. Lehet, hogy csak 8 hónap kell fent, hogy fent legyen. Úgyhogy ezt fogom dokumentálni a cserélődés fogának, hogy mennyire működik, és hogy változik-e. Mert mondta, hogy ha nem működik, akkor tud feltenni normális fogszabályzó. De reméljük, hogy működni fog. Szóval arról majd az egész évben, ahogy hordom, hogy majd dokumentálom, és mikor vége lesz, kb. Egy év múlva, akkor azt a videót majd fel lesz. Én leszek a tesztmajom. Értünk. Oké. Okay. Ennyi volt a vlogmaszból 2023-ra. Boldog karácsonyt!